eszni. Teljesen ki van egyébként már, ez látszik rajta. Idegileg, a nő. Egyébként ez a játék nekem nagyon tetszik. Vagyis hát tetszett. Még tetszik is. God. This is it. És ez a zene is nagyon jó. The place from my dream. I've walked this path a thousand times in my mind. I know every inch of it. Ugye el is mondja, hogy ez a hely az álmaiból, ahogy kezdődik a játék. De hogy valami különbözik most. Itt most azért nem fog futni, srácok, mert tényleg nagyon a vége. Már nem rohanok sehova. Erdei gyalogtúra lesz itt most. Napfelkelte van pont egyébként, ahogy látom. I'm getting close. I can feel it. I can feel it so clearly now. Két perc és... meg is vagyunk. Rendes, kikapcsoltam az autómódot. Nem felejtettem el végre. Na, meg is kaptuk a videónkat. Gyalogos medálnak az egyik fele itt van a nyakunkba. You finally made it. Lilia, I've been waiting for you. Little sister. Ja, ja. Azért mondtam, most már nem lesz. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. For a while. Lilia, that day when the fire broke out at our house, I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames. But in return, I had to set it free. Free to devour. To destroy. To kill. Lényegében az a szörny, ami kergetett minket, az ő lelkének egy része. Yes. Jól értem. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have.
but he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, it got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's what I want to happen. What? It all ends in me. But no! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But you're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Lillianne, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Mariette? What's going on? Skin suit. Now too small. Constricting. Outgrown. Don't need her. Suit. Light. Almost gone. Not dark yet. But it's getting there. You're wrong. There is another way. Mariette. No! What is she doing? It changes nothing. Nothing! It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. A medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Mariette, please. I don't want Maybe this. It's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Don't do this! Please, sister, set me free. No! Stay back! Stay back! All it has to be. It has to be. It has to be you. He'll never stop killing. Only you can end this. You can't only save her. It all starts with a dead girl. Érdekes vége lett a gémnek. Hát nem tudom, igazság szerint kicsit olyan
nem mutatták. Hallottunk egy lövéshangot, de igazából nem mutatták. Én azt mondom, hogy én arra na. Szerintem folytatni fogják ezt a játékot. Ez egy nyitott maradt az egész. Ugye így összeállt azért a kép, így meg lehetett érteni, hogy mi, hogy és miért történt az elejétől kezdve. És szerintem tök jó, nagyon jó a sztori. Maga a megvalósítás, ugye teljesen új igazság szerint, hogy is mondjam. Ez a játék, ez egy teljesen új alkotás, úgymond. Új játékos szemszögből közelíti meg ezt az egészet, mert hasonló játékok bár voltak, de ilyen még nem. Mondhatni egy teljesen új koncepciós játék. Mert ugye nyilván mivel használtad a két látásmódot, a valós világot, a élővilágot és a szellemvilágot, és úgy oldottál meg rejtélyeket, nekem ez nagyon tetszett. Ilyennel még ugye nem találkoztam egy játékba se, vagyis hát ilyen összetett módon. Én remélem, hogy lesz ennek egy folytatása, mert én szívesen játszottam ezzel, nagyon tetszett, és hát játszanék még egy új résszel. Ugye az a része, hogy nem mondom, hogy horror, inkább thrilleres volt a beidegződés egyébként a játéknak, mert annyira azért nem volt durva. Mert nyilván a hangok, démoni hangok, sikolyok váltottak ki az emberből egy bizonyos frászt, meg az a démoni lény, ami kergetett minket. De egyébként nem volt benne olyan durva dolgok, szóval, hogy leszakadó testrész, ilyesmi, abszolút attól mentes volt a játék, úgyhogy meg is úgy keltett félelmet, hogy közben a látványvilág az azért megmaradt ilyen, hát hogy is mondják. Nem hinném, hogy nem mondanám, hogy 18 pluszos kategóriába sorolnám a gémet, pont emiatt. Jó kis ilyen tényleg kalandjáték jellegű, ezt abszolút hozta azt az elvártat, amit igazából én így belefektettem. Teljesen megérte a vételt a játék, és valóban nem hazudtak abba, hogy nagyon jó értékeléseket kapott mindenhol. Engem megvettek vele, nekem nagyon tetszett a game. Úgyhogy abszolút jó alkotás lett. 2020, én bemerném kockáztatni, mert tényleg, hogyha visszanézitek a streameimet, meg én is visszaszámolom, 8 óra gameplay van a játékban. 8 óra alatt végleg pörgetve. Hát nyilván egy ilyen jellegű story game-ek általában itt szoktak megakadni, hogy egy ilyen 8 és 24 órán belül végigvihető, mint egy Max Payne vagy akármi. És nyilván nem úgy, mint egy szerepjáték vagy egy stratégia, nem lesz benne több 40 óra. De ennek ellenére még akkor is azt mondom, hogy 8 óra gameplay-jel a háta mögött ez a játék, ezzel a új, igen. Ezzel az új nézettel, amit teremtett, mert tényleg ilyen játékot nem nagyon láttam még. Azt mondanám, hogy a 2021-es évnek az egyik legjobb játéka. Nem mondom, hogy a legjobb, mert nagyon sok jó játék lesz, és szülyeség is lehet ilyen mondani, de az egyik legjobb, az biztos, hogy a legjobbak közé sorolható szerintem. De ez az én személyes véleményem. Nyilván most egyénenként eltér, kinek tetszik ez a stílus, kinek nem. Engem abszolút megvett, és 10.000 forintba került a játék, még azt se lehet mondani, hogy hű de drága volt, mivel ma az átlag játék árak, ami új zsíró játék, az 20.000 alatt nincs nagyon. Úgyhogy megérte az árat. Megnézzük ezt az outrót. Mert a múltkor már belefutottam bár a legutóbbi három játékomnál belefutottam abba, hogy elnyomtam az outrót, és volt például azt mondom, az Evil Within-nél is. Ugyanúgy, mint egy-két filmnél, például a Marvel filmeknél, hogy az outro után jön még egy átvezető videó, ami lezárja a sztorit. És a jövőben én már szerintem a játéknál meg fogom várni ezt. Mert
egyre gyakoribb ez. Ez olyan, mint hogyha Marveltől vették volna át sok ilyen játékgyártó, mert azóta, mióta ott ügyek voltak ezek, azóta nagyon sok játékban megjelent. Most vagy lesz, vagy nem lesz. Egyébként az Unreal Engine az nagyon jót tett ennek a játéknak, tényleg nagyon jó sikerült. Ja. Na? Max visszadob minket a menüre. Na, itt valamit kiírt. Vagyom az Aurbingest. Ez gémlet. Aha. Ja, értem, hogy lehet írni nekik egy végülis egy véleményezést a játékról. Hát most igazából mit véleményezzem, streambe elmondtam most, hogy szerintem nagyon frankó játék. Nyilván akinek tetszik a stílus, ez ne hagyja ki, mert nagyon jó. Vegyétek meg. What? Itt egy zsebóra. Az egyenek az épülete, az elmegyógynak, nem? Magábbis más épület, mint nem volt a játékban, ezért gondolom, hogy az. Mit láttunk? Igazából valaki kiballagott onnan, és ugye a szellemvilágban, és férfi volt a járása ruhája alapján, meg ugye némi sóhajt lehetett hallani. Ergo... ennek lesz folytatása szerint.